Sziasztok! Ebben a videóban nem lesz semmiféle cicoma, se háttér, se háttérfények, se beállított kameraállások. Egész egyszerűen csak a naturkis munkafázisokról fogok bevágni egy-egy jelenetet. Ezt a két padot készítem el, amit felajánlottam a mi kis falunk játszóteréhez, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Miközben itt bevágom a munkajelenetekről a videókat, addig beszéljünk egy kicsit igazándiból a munkának az értelméről. Most azért is törekszek az egyszerűségre, mivel az egész videónak ez lenne a mondani valója, hogy mindenki, hogyha magához mérten valami kicsi dologgal hozzá tud járulni a közösségéhez, az összességében egy nagy, egy jó és egy óriási dolog tud majd később lenni. De most nem véletlen lógatom itt a lábamat, és nem véletlen ilyen magas ez a pad. Egyrészt már több évtizede nem éreztem ilyet, hogy ha leülök, akkor mint egy kisgyerek lóbáljam a levegőben a lábaimat. Mint említettem, elég magas ez a pad, még jelenleg 40 cm-re lesz bebetonozva majd a itteni kis játszótérem. A videón teljesen egyszerűségre törekszek, nem lesz háttér, nem lesz háttérfény, beállított kameraállások, pár darab munkafolyamatról fogok bevágni videó jeleneteket. A fémlábakat egy itteni cimborám készítette, én megvettem az alapanyagot, ő pedig lenne a hegesztéssel hozzájárult a munkához, amit innen is nagyon szépen köszönök. Ezután alapozást kaptak, illetve festékréteget, a fákat előfurkáltam a kapupánt csavarnak, illetve ez is több rétegben le lett festve. 4 vagy 5 délutánomba telt. Egyrészt a festés miatt volt ilyen sok idő, mivel a száradási időt ugye ki kell várni, az alapozó réteg után is, a festék réteg után is beszúrkodtam üres időkbe, egy-egy munka közötti pihenőfázisba, vagy akár csak egy másik festésnél, vagy lézerezésnél, közben ezzel foglalatoskodtam. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ha teszem azt mondjuk 2 délután tévézés helyett mondjuk valami közösségépítő dologgal töltöd, az egy nagyon jó dolog, és jobban is fogod érezni magadat tőle. Nálunk a faluban készült pályázat által egy játszótér, viszont extra felületként a közösség összedobott gumilapokat, hogy azzal bővítsék magát a területet, illetve oda készítettem ezt a két padot, hogy kényelmesen le tudjanak ülni az anyukák vagy a gyerekek. Sajnos a faanyagból vastagabbat szerettem volna, mindenféleképpen gyalult anyagot kerestem, nem szerettem volna itthon még a gyalulással időt tölteni, illetve sajnos a mostani munkák mellett nem fért volna bele, és nem készült volna el időben a pad. Úgyhogy gyalult anyagban készlethiányosak elég sok helyen az áruházak. Nem beszélve arról, hogy sajnos az anyag árak is kilőttek egész egyszerűen az űrbe, mind a fémnél, mind a fánál, vagy egyáltalán bárhol. Úgyhogy árérték arányban optimálisan, illetve megfelelő minőségben és készleten ezt a 10-es deszkát találtam, ami 20-as vastagságú. Visszatérve ahhoz a mondathoz, hogyha egy kicsit mindenki belead a közösségének az életébe, akkor abból egy nagyon jó és nagy dolog tud kisülni. Most nálunk is a játszótér úgy épült, hogy valaki segít például a betonozásban, kitűzésnél, a füvesítésnél, a tereprendezésnél, akár csak a szegélyezésnél. Most teszem azt, én például megcsináltam ezt a két padot. Nem foglalkoztam most a bekerülési költséggel, én egész egyszerűen egyrészt megígértem, másrészt meg szerettem volna ezzel segíteni az itt lakóknak is, akik használják a játszóteret, hogy kényelmesen le tudjanak ülni, és ezzel komfortosabbá tud válni a gyerekkel töltött idő is. Úgyhogy lényegében ennek a videónak ez lett volna a mondani valója, hogy egy picit mindenki változtasson a gondolatain, nem például jelen esetben is teszem azt, én is mondhattam volna, hogy hát nem igaz, hogy nem fért bele 2 pad, nincsen semmi probléma, nekem ez jól esett, hogy el tudom készíteni, felajánlom nekik használatra. Mindenki magához mérten egy picit gondoljon a környezetére, és ennek megfelelően próbáljátok meg formálni a közösségeteket. Egy kicsit lógatom a lábamat, gyönyörködök a tájba, pihenek egy picit, és folytatom a többi munkát. Nincs más hátra, mint hogy elköszönjek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót, remélem célba ért az üzenet.
iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek, és ne felejtsétek, balesetmentes profi barkácsolást kívánok. Sziasztok!